Kovács Héti rúgja közben vissza középre a labdát, és ott a nagy lehetőség, gól! Megszerzi a vezetést a Kisvárda. Már a 8. percben megvan az első gól a mérkőzésen. Obradović a szerzője. Egy kicsi bizonytalanság a miskolciaknál ezt a beadást megelőzően, és a lecsorgó labdára Obradović lecsap, majd egy csel után higgadtan a hálóba is helyezi a labdát. Nem kellett sokat várni, hogy a vendégegyüttes erősítse a szándékát, és szerint nyerni jön és bent maradni jön ide Miskolcra. Lekezeli, igazít egyet, majd behelyezi a kapuba Obradović a bizonytalankodó Diós Győri védők mellett. Bódogék nagy öröme a kispadon.